A Bolyai Filmművei tagjai azért utaztak Kobranovácra, hogy készülő új filmjükben a helyi fiatalok szemszögéből mutassák be mindazt, amit a természeti csapás során és után átéltek. A zentai csoport tagjait minden forgatási helyszínen nagyon jól fogadták. Nagyon sokan életükben először találkoztak magyarokkal, először hallottak élőben magyar nyelvet, és ez is egy kis erőt adó volt a számunkra, hogy mindennek ellenére nagy szeretettel barátkoztak a gyerekeinkkel, és a mi gyerekeink is azzal távoztak, és jöttek vissza haza, hogy már vannak barátaink is. Ez a film ereje tulajdonképpen. A fiatalok számára óriási kihívást jelentett az Obrenováci forgatás, amelynek során mind szakmailag, mind emberileg rendkívül sokat fejlődtek. Én sokat fejlődtem, mind operatőri szempontból, mind rendezői szempontból. Most az utómunkálatokon is elég sokat kell dolgozni, mert rengeteg riport van, illetve rengeteg különböző felvétel, amiket megfelelő módon kell összerakni, és ez egy embert próbáló munka. Szerintem ez a tapasztalat nem csak mint filmes, hanem mint ember is nagyon nagy, tehát hogy nagyon jó volt. Csodálatos volt látni, hogy azok az emberek, akik mindent elvesztettek, még akkor is adni akartak, és szeretetet, tehát hogy szeretetet sugároztak felénk, és szerintem ez fantasztikus volt. Hú, hát együtt éreztünk felünk, személy szerint tényleg empatikus vagyok, és szinte valamelyik riportnál én is elkezdtem szinte könnyezni, mert annyira megrázza, amit meséltek, hogy ez egyszerűen katasztrófa. Az Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatára készülő filmet az alkotók tervei szerint néhány héten belül Obrenovácon és Zentán is bemutatják majd.